Nem akarok a fivérem dicsőségének fényében sütkérezni. Akármilyen fényes is ez a dicsőség, árnyék csak ahhoz, amilyen az ő lelke volt. Soha nem írtam volna egy mondatot se, ha nem ölt testvérem. Ami író kikényszerül belőlem, az is csak érte van. Egész nap karomon cipeltem a síró Attilát, aki nyakamba kapaszkodott, és én csittítgattam. De Etos is folyton sírt. Ő neki még annyi sem jutott, mint Attilának. Őt nem vehettem a nyakamba. Mire anyánk hazajön a kórházból, utcakölykök vagyunk mi is. Piszkosak, tetvesek és mosdatlan szájúak. Attilát és Edust a mama az országos gyermekvédőliga gondjaira bízta. Csak engem tartott itt magánál. A második nyara töltötték már Öcsödön, amikor meglátogathatta őket. Szomorú volt ez a látogatás. Nem ismerték meg a gyerekei. Ezután még elkeseredettebben dolgozott, hogy visszahozhassa őket. Irántam teljesen megváltozott. Türelmetlen lett, szótlan, kíméletlen. A negyedik elemi után be akart adni egy gyárba, ahol gyerekek is dolgoztak. Pár napig jártam oda, de úgy viselkedtem, hogy kitették a szűrőmet. Nem akartam úgy élni, úgy dolgozni, mint a többi ferencvárosi gyerek és felnőtt. Hívságosan és gyerekesen elhatároztam magamban, hogy tanítónő leszek. Vagy még inkább orvos. Be is jelentettem a mamának, hogy nem akarok a gyárba járni, ősszel beiratkozom a polgáriba. Mama életemben először alaposan elvert. Szidott, amiért nem gondolok arra, hogy a segítségére legyek. Csak magammal törődöm, nem gondolok a két kicsire. Most értettem meg, hogy elvárja tőlem, hogy keressek én is pénzt. Segítsek abban, hogy újból együtt lehessünk mind a négyen. Inkább ösztönösen, mint tudatosan viselkedtem úgy, hogy az ő kívánságának is eleget tehessek, és a magam vágyait is követhessem. Szerencsém is volt. A házmesterné gyereket várt, nyára felfogadott Vicinek. A szomszédasszony velem küldte az ebédet a Tűzoltó utcába a férjének, a butikosnak. Rövidesen harmadik állásom is akadt. A Világmozi büfésnője felfogadott cukorka árusnak. Ez már komoly kereset volt egy 10 éves gyereknek. Jolán tehát kislánykora óta kettős életet él. Egyszerre akar megfelelni a külvilág elvárásainak, és maximálisan kiélni belső szabadságvágyát. Két irányú törekvésének titkos motorja a mozi, amely kiszínezi álmait, megvalósítható életmintával kecsegteti, és elfeledteti vele a nyűgös valóságot. A moziban előléptettek jegyszedőnek. A cukorkás tálcát most már Etus hordozta körül, Attila pedig vizet árult. 2 éven keresztül minden esténket a moziban töltöttük. Soha nem lankadó érdeklődéssel néztük az óránként megismétlődő műsort. Jóról és rosszról nem gondolkodtunk, de az előttünk szüntelenül lepergő hígmesék megrögzöttek bennünk. A jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig büntetését. Jóról és rosszról nem gondolkodom, csak szenvedek én, és csak dolgozom. Csinálok csempét, csavaros hajót, bánatba rosszat, közönyömbe jót. Ha víz volnék, hát volnék pocsolya, ha tűz volnék, hát volnék hamuja. S ha én volnék az úr helyett nagyon szeretnének az emberek. A kiemelkedés első lépcsőfokát is a mozi jelenti Jolán számára. A ferencvárosi Világmoziban ismeri meg jövendőbeliét, Pászti Elemért, aki tisztviselő, és 1914. augusztus 22-én feleségül veszi a csinos gyereklányt. Állást szerezzen ki a bőrklinikán, majd felesége családját is beköltözteti Üllői úti két szobakonyhás lakásába.
nevetségesnek tűnik ma már előttem, hogy akkoriban mennyire megilletődve és meghökkenve jártam, keltem abban az új világban, ahol nappalaimat töltöttem. Félszegen figyeltem, lestem a józsefvárosi etikett szabályait, és igyekeztem ezeket meghonosítani szűk családi körben is. 16 éves voltam, amikor először vásároltam fogkefét. Egyetlen darabot az egész család számára. Igyekeztem a testvéri szeretet szótárából a hülye marha szavakat kitörölni. Attila úgy fogadta ezeket az újításokat, mint valami új játék szabályait. Megállapodtunk egymással abban, hogy amikor hazajövök, kezet csókol nekem, mint egy hölgynek. A vacsorára terített asztal körül úgy ültünk, és olyan finom társalgást folytattunk, hogy hasát fogta volna nevetében, aki hallja. Mama elégedett arccal tálalta finom gyermekei tányérjába a krumplilevest, és sugárzó mosollyal hallgatta nagyképű oktatásomat a villa és kés használatáról, ami valójában nekem is sok gondot okozott. Leves után megfordítottuk a tányért, és annak fenekéről fogyasztottuk el az ünnepi vacsora második fogását, a palacsintát. Persze kézzel. Lefekvés előtt megcsókoltuk egymást jobbról, balról, és viháncolva ugrottunk a meleg ágyba, és még mondtunk egymásnak egy pár nyakatekert, finomkodó jókívánságot az éjszakai nyugodalmat illetőleg. A mama a sötétben elégedetten hallgatta pergő nyelvünket, aztán megszólalt. Mond, Uramisten, és dögölj! A Jolánnál 6 évvel fiatalabb, 11 éves Attila, aki az Üllői úti polgári iskolában tanul, ekkoriban kezd verselni. Így teszi terjedelmesebbé házi feladatait. Nem tudom, mit gondoltak tanárai ezekről a dolgozatokról, csak arra emlékszem, hogy minden irkát szorgalmasan teleírt. Később már a maga mulatságára és gyönyörűségére szedte rímekbe gondolatait, gyerekes vágyait. Aztán lemásolta őket, és átnyújtotta nekem. Kedves Jocó, így hangzott az ajánlás becenevemem, aztán következett a legeslegelső vers. De szeretnék gazdag lenni! Egyszer libasültet enni! Jó ruhába járni kell, és 5 forintért kuglert venni! Még a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám, dicsekednék fűnek, fának, mi jó dolga van Attilának! Attila a versért, na meg az ajánlást is honorálni kellett, kapott egy koronát, és azt a könnyelmű ajánlatot, hogy minden versért újabb korona jár neki. De annyi korona évszámra nem fordult meg házunkban, ahány verset írt Attila. A honoráriumot le kellett szállítani 10 fillérre, majd tucatonként 10 fillérre. 1915 májusában megszületik Jolán kisfia, Pacó. 10 hónapos korában azonban őt is elpusztítja a kor rettegett népbetegsége, a diftéria. Jocóról pedig kiderül, nem lehet többé gyermeke. Házassága is felbomlik. Időközben gépelési munkát vállal dr. Makai Ödön ügyvédnél, aki diktálás közben beleszeret a csinos, értelmes fiatalasszonyba. Ősszel kitört a forradalom. Az ügyvéd többször felugrott hozzánk, hozott egy kis kocka cukrot, lisztet, meg egyéb ennivalót. Aztán jött a kommün. Az ügyvéd felrohant értem, és elvitt a Víg Színházba, ahol a Pigmaliont játszották. Az előadás végén megkérdezte tőlem, tudom-e, hogy miért éppen ezt a darabot néztük meg. Nem tudtam. Akkor közölte, hogy nincs többé társadalmi előítélet. Nem kell többé barátaira, családjára, társadalmi állásra tekintettel lennie. Most már bátran követheti szíve régi vágyát. Elvesz feleségül. Az új házassággal véget ér a családi meghittség kora. Gyász és zavarodottság hónapjai következnek a mama halála után. Anyám, ki már a messzi végtelen vagy, s nem gyötrődöl, hogy nincs kenyér megint, nem sápaszt el, ha szűkös este int, hogy kis rikkancs fiad vérébe jajgott. Anyám, ki már a néma végtelen vagy, s borús szemed fiadra nem tekint, ó, meg ne lásd az ólomöklű kínt, miatt a zúget tört, beteglevert agy. Anyám, falat kenyért sem ér az élet, de nagy hitem van, és szép jövőnek élek. Ne ordítson pénzért, gyerek torok, s tudjon zakogni anyja temetésén, és ne rúgjon még az ember szenvedésén.
pénz. Jolánt nyomasztja testvérei neveltetésének gondja, de új társadalmi helyzetében képtelen olyan formán gondoskodni róluk, mint korábban. Hazugságra épül házassága, és képmutató élethelyzetbe kényszeríti testvéreit is. De ez az ára annak, hogy valóra válhat a moziban oly sokszor átélt álomkarrier. A szép, tehetséges, de szegény gépíró kisasszony feleségül veszi jólelkű, gazdag főnöket. Először készültünk vendégül látni férjem barátait vacsora utáni feketére. Vacsora alatt M közölte kívánságait. Attila nem mutatkozik a vendégek előtt, maradjon a szobájában. Etus pedig kössön fehér kötényt, tegyen a fejére búbitát, és engedje be a vendégeket. Ő lesz a szobalány. Összenéztünk Attilával, Etussal. Hogy képzeli, hogy a testvéremet úgy fogom szerepeltetni, mint a ház cselédjét, kérdeztem magamból kikelve. Nem kell senkinek sem tudni, hogy a testvéred felelte. Szükségünk van valakire, aki felszolgál. Egyáltalán nem tudom belátni, hogy miért esne ez nehezére Etusnak. A munka nem szégyen? Mi nagyon jól tudtuk, hogy a munka nem szégyen. De ezt a tervet szégyenteljesnek találtam. Szó-szót követett, összevesztünk. Berobogtam a gyerekekkel a hátsó udvari szobába. Szedjétek össze a holmitokat, csomagolunk és elmegyünk. Etus szaladt, hozta a ruháskosarat a kamrából. Körülnéztem, mit vigyünk még magunkkal, és gondolkodtam, hová vigyük. Attila nézte, amint dühöm keserves sírásba olvad. Kezemet tördelve fordultam hozzá. Mondd, Attila, hát hova menjünk? Csengettek. Eredj most meg a szemetet. Megjöttek a vendégek. Nem kell mindenkinek látni, hogy bőgtél. Az árvaszék ödön nevezte ki a kiskorúak gyámjává, és ő kötelességének érezte, hogy gondoskodjon róluk. Fogkeféket vásárolt, Attilának nadrágtartót, meg harisnyát. Elvitte a fiút egy szabóhoz, és régi ruhájából öltönyt varratott neki. Még egy karórával is megajándékozta. És mégis ragaszkodott hozzá, hogy a gyerekek doktor úrnak szólítsák. Belőle mindenáron dámát akart faragni. Elnevezett Lucynek. Új nevemmel ékesítve ragyogtam, mint egy talmi kövekkel kirakott hamis ékszer. Zongorázni tanultam. Francia és német lecke órát vettünk Etussal együtt. A kényelem, a viszonylagos jólét és a tanulás öröme kárpótolt bennünket sok mindenért, amiben a két gyereknek hiánya volt. Sokszor fellázadtam. De már nem csak a tehetetlenség, hanem a gondtalan élet is elsorvasztotta bennem az erőt. És csak sajnálni tudtam a férjemet is, magunkat is. Ezer mentséget találtam a számára. 1920. szeptemberében József Attilát fölveszik a makói Demke internátusba. A gimnazista földrajzilag távol kerül testvéreitől. Írásban azonban továbbra is bizalmas közelségben maradnak. A mind labilisabb idegállapotú Lucy számára is fontos fivére törődése. 2-3 évnél nem bírja tovább a rákényszerített hamis élethelyzetet. Válságba jut második házassága is. Egy elkeseredett pillanatában öngyilkosságot kísérel meg. Először, és nem utoljára. Kedves, rosszat hallottam felőled. Mi az? Mi történt, hogy amikor én készülök és akarok jó lenni, te az ellenkező végletbe csapsz? Hát mi mindig alfa és omega leszünk. Te mindig versenyeztél, hogy jobb, okosabb, nemesebb légy, mint én. És most igazán értetetlen, hogy oly híreket hallok felőled, melyek cseppet sem alkalmasak arra, hogy bennem az erő érzetét keltsék. Mert most mindig az motoszkál a fejemben, hogy mi, illetve ki is lesz belőled. Belőlem lesz valami. Én nagy akarok lenni. Érted? Nagy. Miért nem buzdítasz? Versenyzel velem. Miért maradsz el? Én már megszoktam, hogy minden jóban, lélek emelő dologban te vezess.
A te nyomdokaidon haladjak célom felé, mely előtte, mivel szerény vagy, félreállsz, és a dicsőség koronája ékesíti homlokomat. Ne légy akaratos. Légy olyan, mint voltál azelőtt. És akkor én is igyekszem majd magasabbra törni, hogy tette gyümölcseként büszkén állapítsd meg. Nagy részben én segítettem, buzdítottam Attillát. Sokat köszönhet nekem. Csókol, Attila. A hírneves költő, melyet nem szül kettő, sőt három ember öltő. Attilának tetszik ének, tánc és séta. Ő az édes szavú, aranyos poéta. Hozzá más költő, csak analfabéta. Jolán képtelen irányt szabni megnyilatkozási formát kereső tehetségének. Ám a Franciaországban tanuló Attila leveleiben módszeresen foglalkozni kezd nővére írói képességeinek fejlesztésével. Drága Lüszikém, sokszor elővettem fáradt soraidat, és most is nehezen szánom magam az írásra. Hiszen sehogy sem tudom átdobni falaid közé az én erőmet, hogy rajta nyugodj, pihent ki magad, hogy a korai reggel belé harangozzon frissen a szívedbe. Nagyszerű kerteden fekete árvíz, és te azt sem tudod, merre van a kerted. Hol keresem hát, mondogatod. Aztán kimégy az utcára, és az autók tülkölése, a villamos csengetése közt kereső szavaid is elkallódnak. És a torony alatt szép, erős fiatalember áll, és megkérdezed, ki vagy te, szép, erős fiatalember? És ő mondja, én a te öcséd vagyok. Igen, te vagy az öcsém. És én gyönyörű kertemet keresem, vajon hol lehet? Akkor feljössz a toronyba, és a kapuba lenhagyod fekete bánatot. Jolán, Lüszi nénémnek fénye itt, Batukán pesti rokona. Másoktól kapta éveit, nem volt azurkék paplana. Kinek versért a halál, magos fazékban főz babot. Ó burzsoá, ó proletár, én József Attila. Itt vagyok. Én a Batukán pesti rokona nagyot nevettem ezen a börleszken. Én azt mondom, ez egy kacsa a versirodalomban. Egy kis kiagyalás, egy kis hézaktöltésre. És az információk milyen tévesek? A babot mindig alacsony lábosban főzik, kivéve, ha sóletnek készül. Drága fiam, nagyon eltévelyeksz. Nem vagy már a te utadon. Már arra haladsz, amerre a kisborzasok, féltitánok, a nagyon tehetségesek toronganak, akiknek nincs egyéb hibájuk, mint hogy szellemileg impotensek. Íme az én legújabb termelésem. Nem én kiáltok, hanem József Attila. Nem én kiáltok. Hát ki kiabál? Te kiabálsz. Én kiabálok, ő kiabál, és azt kiabálja, hogy nem én kiáltok. Bocsánat, de nem én kiáltok, hanem a költő. Jolánt öngyilkossági kísérletei miatt előbb egy gráci idegszanatóriumban, majd a budai Siestában gyógykezelik. Családi konfliktusait tetézi, hogy az időközben kamaszlányát cseperedett Etussal sem találja a hangot. Tipikus mostoha anyaként, zsarnokmódra viselkedik, képtelen kimutatni testvéri szeretetét. Válni készül, szeretne Párizsban új életet kezdeni. Én most vagyok gyerek, játékos kedvű és gondtalan. Akkor egy stréber öregasszony voltam. Abban a világháborúban, amit azok a békeévek a mi számunkra jelentettek. Csúnya dolgokat éltem át. Minek sápadt és vértelen kísérteteket idézni a múltból, mint egy elátkozott varázslónő. Most még nem csinálok semmit, csak várok. Mit, azt nem tudom. Tele vagyok vágyakozással valami nagyszerű szenzációk után. Valakinek kézen kellene fognia és elvezetni egy új országútra ebből a zsákutcából. Ahol az ebéd gondol a bridge partyig és vissza, semmi fantázia és semmi lehetőség.
Ödön pedig örökké kényelmes nyárspolgár marad, akinek emellett még anyagi gondjai is vannak. Hagyjuk ezeket a tegnapi és mai dolgokat. Én a holnaptól sejtek, várok valamit. Ó, nagyon jó volna valahol elesni a boldogulás, a boldogság titkát. De olyan buta az emberi fantázia. Nem tud semmit sem kitalálni. Csak verejtékezik. Jolán hamarosan elválik Makai Ödöntől, és 1930 karácsonyán férjhez megy ifjú hódolójához, Bányai Lászlóhoz. Makai pedig a házában nevelkedő, és észrevétlenül vonzó nővé cseperedő Etelkát veszi feleségül, akitől később három gyermeke születik. Első lőn Zsuzsanna úgy jött, mint a manna. Második lőn Péter, őt küldi az éter. Harmadik lőn Ádám, tulipán a ládán. Hallom, hogy az Ádám úgy ül, mint a cövek. Úgy van odatéve, mint a nehéz kövek. És szépen növekszik, mert korán lefekszik. És megeszi az undok jó tápfőzeléket. Ezért mindannyian üdvözlünk téged. József Attila érzelmileg mindinkább eltávolodik Jolántól. Őt vádolja, amiért hazugság árán váltotta meg őket a ferencvárosi proletár sorstól. Polgárgyűlöletét és Jolán ellenességét a kommunista mozgalomban megtalált élettársa Szántó Judit is következetesen szítja. Pedig az anyapótló nők titkos vetélkedésében vitathatatlanul Joláné az elsőbség. Ő az édes testvér mostoha anya, a költött elementárisan vonzó, ám elérhetetlen nők archetípusa. Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, és a mindenséget. Ki, mint vízesés önnön robajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova. Még én életem csúcsai közt, a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek. Te édes mostoha. Szeretlek, mint anyád, a fiam. Mint mélyüket a hallgatag vermek. Elment az anyám. Szeretlek, mint a fény, a termek. Elment a mint szeretőm, a vélet, elment a férjem. Elment az ifjúságom. Egyszer majd sírok, mert annyit nevettem. Egyszer majd nevetek, mert annyit sírtam. Egyszer majd se nem sírok, se nem nevetek. Süket leszek. Vak leszek. Néma lesz a szám. Kihullanak a fogaim. A fejemen kóc nő ki. És csak ülök egy szobában, mert itt felejtettek. És a végtelen, soha nem múló időben csak azon fogok tűnődni, hogy mi volt az én nagy bűnöm. Szerettem, csókoltam, odaadtam a testemet, a lelkemet, a pénzemet, mosolyomat, örömömet és haragomat. Hű voltam. Dolgoztam. Kártyáztam, bocsánatot kértem. Megcsaltak, megbocsátottam. Reggel mentem haza, megszíttak. Zilált lelkiállapotban éri 1937 novemberében a Szép Szó szerkesztőinek kérése, hogy a Siesta szanatóriumból elbocsátott, súlyosan idegbeteg József Attilát Balatonszárszón, családi környezetben nővérei gondozzák tovább. Be kell vallanom, tele voltam titkolt türelmetlenséggel és elfojtott lázadozással minden ellen, ami körülvett bennünket. Ha rámosolyogtam Attilára, lélektelen és kényszeredett, grimaszt erőszakoltam magamra. Tele voltam reménytelenséggel, keserűséggel. Zsákutcába jutott életem külön fájdalmaival. Hajszoltam magam a munkába. Attilával szemben erősen fegyelmeztem magam, de Etussal minduntalan összekocódtunk. Ő bölcs volt, és lerázta magáról a kellemetlenségeket. Amíg mi Attilával ittuk a sok feketét, és keserű szájízzel szívtuk a rengeteg cigarettát, ő harisnyát stoppolt, és üde hangokat tudott megpendíteni. Sokszor teszek neked szemrehányást magamban. Miért nem maradtál meg a Ferencvárosban?
te voltál a mama. Amikor a mama meghalt, most Etus, a mama, ő tart el bennünket. Látod, mire vittük. Ti dolgoztok, nekem az életemre törnek. Nem vagyunk biztonságban. Talán eltűnök hirtelen, mint az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbó gyermektestemet szemmaró füstön szárítottam. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge meg bánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem mostoha, és kiröhögtem az oktatómat. Ifjúságom a zöld vadont szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Erőltetnem kell a tárgyalagosságot visszaemlékezve ezekre a pillanatokra. Hogy nem ismertük fel, nem értettük meg magatartása mögött iszonyatba torkoló életének utolsó óráit. Elhitette, hogy új életre készülődik. Hátborzongató visszaemlékezés, hogy a sugárzó égi nyugalmat már a halál megnyugtató közelsége varázsolt a fehér arcára, hogy elhatározta, minden áron elpusztítja magát. Virasztottunk egész éjjel. Szótlanul. Mindkettőnkben egyetlen kérdés kóvájgott. Miért eresztettük? Miért hagytuk magára egy percig is? Ha nincs ott körülöttünk a 3 alvó gyermek, a marcangoló vád utána vitt volna bennünket is. A temetés után Jolán úgy érzi, újra különleges anya szerepet osztott rá a sors. Emlékeit mozgósítva eleven utóéletre kell szülnie halott fivérét. Az 1940. évi könyvnapon Cserépfalvi kiadásában jelenik meg emlékirata József Attila élete címmel. Az első könyves írónő művét irodalmi szenzációként fogadja a korabeli kritika. Könyve révén, melyben ország világ előtt bevallotta származásának titkát, igazi önmagára és hivatására is rátalál. Három hónap alatt írtam meg a könyvet, mert tudtam, hogy ezt is Attila szolgálatában teszem. És csak azért írtam, hogy rátereljem a figyelmet verseire. Attilának köszönhetek mindent. Ő biztatott, hogy írjak. Amikor már nem tudott biztatni, akkor meg is fogadtam a tanácsát. Nem akarok a fivérem dicsőségének fényében sütkérezni. Akármilyen fényes is ez a dicsőség, árnyék csak ahhoz, amilyen az ő lelke volt. Soha nem írtam volna egy mondatot se, ha nem ő a testvérem. Ami író kikényszerül belőlem, az is csak érte van.